és feltárult a világegyetem. Már a kezdetektől fogva, ha felnéztünk az égre, eltűnődtünk. Vajon mennyi idős az univerzum? Hány csillag van az égen? Vannak más, a miénkhez hasonló bolygók? Az elmúlt 25 évben forradalom tört ki, méghozzá egy Hubble nevű gép miatt. Ez a hatalmas teleszkóp képes utazni az űrben, és új titkokat tár fel számunkra. Akkora, mint egy iskolabusz. És több mint 25 ezer kilométeres sebességgel kering óránként. Közel 500 kilométerre a fejünk fölött van. Mégis ez az emberiség valaha volt legpontosabb tükre. Ez az emberi szemnél milliárdszor érzékenyebb űrteleszkóp szó szerint közelebb hozta számunkra az univerzumot. Ez a kép a teremtés oszlopai nevet kapta. Gázokból és porból álló felhőket ábrázol, ahol a csillagok születnek. Valószínűleg napunk is egy ilyen helyen jött létre. Az egész régió több mint 600 trillió kilométer, így hát óriási. Mégis a tejútnak csak egy egészen apró részét képezi. A Hubble olyan helyekről is készített képeket, ahol a csillagok meghalnak. Ezek itt planetáris ködök, azaz a kimúló csillagok maradványai. Úgy néznek ki, mint a mennyország műalkotásai. Mindegyikük más, akár csak a hópelyhek. A Hubble leglátványosabb képeihez tartoznak. A Hubble megmutatta nekünk, hogy léteznek fekete lyukak. Galaxisunk közepén is elterül egy, illetve szinte az összesről tudunk már. Felfedeztük a világegyetem korát. És azt is, hogy több csillag van az égen, mint amennyi homokszem a világ bármely strandján vagy sivatagjában együttvéve. Az elmúlt 25 évben a Hubble mesélt nekünk teremtésről, pusztulásról, és új rejtélyeket tárt fel számunkra. Az űrbe repítése sokáig lehetetlen álomnak tűnt, még azoknak is, akik rajta dolgoztak. Eleinte optikai csillagászattal és spektroszkópiával foglalkoztam. De az én generációmban, mint nő, nem tudtam elhelyezkedni a kutatóintézetben. 1959-ben, mikor megalakult a NASA, egy férfi megkérdezte tőlem, hogy tudok-e valakit, akit érdekelne egy űrcsillagászati program kifejlesztése. Végig gondoltam, mit is jelent ez valójában, és úgy döntöttem, én fogom elvállalni az állást. A csillagász Nancy Romant sokan úgy ismerik, mint a Hubble anyját. 25 évig segédkezett ennek tervezésében és kifejlesztésében. Az biztos, hogy kitartást és hitet adtam abban, hogy az emberek higgyenek benne. Az űrteleszkóp kifejlesztését legelőször 1946-ban javasolt egy princetoni tudós, Lyman Spitzer. Ő volt az ötletgazda, és Roman volt a megvalósító. Egy rakéta fellövése azonban az űrbe még a 60-as években sem volt egyszerű feladat. Rengeteget hibáztunk. Olyanok voltunk, mint a tipegő csecsemők. Nem mindig jártunk sikerrel, hisz a babák is sokszor elesnek.
De akármennyire is nehéz volt, a vágy, hogy sikerre fejleszék az űrteleszkópot, mindennél nagyobb volt. A csillagászok egyik legnagyobb kihívása a csillagok ragyogása volt. A ragyogó csillagok sok költőt inspiráltak, de tanulmányozásuk szempontjából nem túl előnyös ez a vibrálás. Úgy képzeljék el, mint mikor úsznak egy medence alján, és torzítva látják a világot maguk fölött, mint az elvarázsolt kastélyban. Pontosan ilyen a csillagok föld felszínéről való tanulmányozása is. Az atmoszféra olyan, mint a medence vize, becsap minket és eltorzítja a képet. Ha kijövünk a vízből, újra minden tiszta lesz. Ez történik akkor is, ha a teleszkóp felkerül a légkörünk fölé. Az érintetlen légüres térben a fény akár fényéveket is utazhat zavartalanul. De az atmoszféra nem csak hogy eltorzítja a fényt, hanem néhány esetben el is nyeri azt. Tehát főleg emiatt várták már annyira a csillagászok, hogy valamit kijuttassanak az űrbe. Összehívtam a bizottságot, és ezzel beindult a Hubble projekt. Az űrteleszkópot egy híres csillagász, Edwin Hubble után nevezték el, aki áttörést ért el a tudományágban a kaliforniai Mount Wilson obszervatóriumban az 1920-as években. Akkoriban azt hitték, hogy az univerzum kizárólag a tejútból áll. Majdnem mindenki, még Einstein is úgy vélte, a világegyetem mindig is létezett, és hogy örökké változatlan marad. De Hubble megcáfolta őket. Azzal kezdte, hogy megpróbálta megmérni a csillagok valódi távolságát. De Edwin Hubble idejében ez nem volt egyszerű feladat. Még a mai napig sem az. Nehéz eldönteni, hogy egy adott csillag valóban fényese, vagy csak azért tűnik annak, mert közel van hozzánk. Hubble felfedezett egy ritka típusú csillagot, melyet Cepheida változónak hívnak. A Cepheida egy bizonyos erősséggel pulzál, és ha lemérjük-e fény mennyiségét, azzal kiszámolhatjuk, milyen messze is van. 1923. októberében Hubble talált egy Cepheidát egy gáznemű csillagklaszterben, amelyet Androméda ködnek neveztek el. Ez a felfedezés sokkoló volt. Ahogy készlettek a számítások, kiderült, hogy az Androméda úgy 1 millió fényévre van tőlünk, vagyis a galaxisunkon kívülre esik. Az Androméda valójában egy galaxis. Felfedeztük, hogy vannak más galaxisok, és találtunk is egyet. Ez volt az első bizonyíték arra, hogy az univerzum bizony túlterjed a mi tejutunkon. Ezután Hubble megmérte a galaxisok sebességét. Ezt úgy tette meg, hogy megvizsgálta a galaxisok által kibocsájtott fényt. Tudta, hogy ha a galaxis a Föld felé tart, a hullámok rövidebbek, és a spektrum kék tartománya felé tolódnak. Ha pedig távolodik, a hullámok hosszabbak, és a piros felé veszik az irányt. A Hubble által megvizsgált galaxisok mindegyike a vörös spektrum felé haladt, ami azt jelenti, hogy távolodnak tőlünk. Arra is rájött, hogy minél messzebb vannak, annál gyorsabban haladnak. Valójában az univerzum folyamatosan tágul. Edwin Hubble örökre megváltoztatta a világegyetemről alkotott képet. Ezután egyértelmű volt, hogy az univerzum tágul. Ez egy úttörő felfedezés volt. Őrület, nem igaz? E felfedezés bizonyítékul szolgált arra is, hogy kellett lennie kezdetnek is. Hisz ha a világegyetem tágul, ezt a folyamatot nyilván ki kellett váltania valaminek. Amit ma már csak ősrobbanásnak hívunk. Ez az elmélet a 20-as, 30-as években egészen elképesztő volt, sőt néhány ember még a mai napig is annak tartja. Hubble felfedezései ajtót nyitottak a csillagászat modern korába, és olyan kérdéseket vetettek fel, hogy például
Mennyi idős is az univerzum? De a csillagászok akkoriban még nem tudtak ilyen mélyre tekinteni a világűrbe. Így ez még évtizedekig rejtély maradt. Az univerzum korának meghatározása volt az egyik fő oka a Hubble űrteleszkóp kifejlesztésének. A csillagászok a Hubble teleszkóp használata előtt folyton azon vitáztak, hogy az univerzum 10 millió vagy 10 milliárd évese. Először azonban meg kellett építeniük. Rájöttem, hogy az állásom lényegében az értékesítésről szól. Ez a kongresszusnak viszont nem tetszett. Az űrprogramot le kell állítani. A kongresszus már elvette tőlük azt a 400 milliót, de úgy vélem, hogy az összes támogatást meg kéne vonnunk. Proxime arról volt híres, hogy megsemmisítette azokat a projekteket, melyeket ő hülyeségnek tartott. Vietnámban háború. Megkérdezte a NASA-tól, hogy az amerikai adófizetőknek miért kéne támogatniuk a Hubble-t. Én erre azt válaszoltam, hogy azért, mert egy mozi áráért hihetetlenül izgalmas felfedezésekre lennénk képesek. Végül több mint egy évtized lobbizás után 1977-ben hagyták jóvá a terveket. A Hubble ereje egy 2 méter széles tükörben rejlik, mely összegyűjti az univerzum fényeit. Ahhoz, hogy fel tudja nagyítani minden részletét és éles képet adjon, fókuszálnia kell a messziről érkező fénysugarakat is. De ennyi még nem volt elég. A Hubble-nek lett egy második tükre is, hogy még hatékonyabban tudjon teljesíteni. Ahhoz, hogy működjön a tükröknek, tökéletesnek kellett lenniük. A Hubble volt a valaha készült legpontosabb optikai tükör. 1 milliméterrel sem lehetett görbébb a tükör a tervezetnél, különben már nem működött volna rendesen. A Perkin Elmer nevű optikai céget választották a feladatra, mivel ők már korábban is készítettek tükrös műholdakat. Azt mondták, ők tudják, hogy kell. De mivel ez a technológia a saját fejlesztésük, nem engedik meg senkinek, hogy végignézzék a munkafolyamatot. Így hát a NASA-nak nem volt túl sok hatalma a projekt felett. Még a tükrök polírozására is rendkívül precíz eszközöket használtak. Éjjel dolgoztak, hogy az autók rezgése a parkolóban ne legyen hatással a polírozó berendezésre. Le kellett szigetelniük a termet, hogy véletlenül se érje az eszközöket semmilyen környezeti hatás. A program drága volt, és késésben is volt. A tudósok egyre jobban kétségbe estek. A Perkin Elmer vizsgálatai eltérést mutattak a tükör felületében, de ezt sosem továbbították a NASA-nak. A teleszkópot menetkésznek nyilvánították, remélve, hogy nem történik katasztrófa. A világ összes csillagásza lélegzett visszafojtva várta, hogy mi fog történni aznap a Cape Canaveralnál. A csillagászat utoljára Galileo által fejlődött ekkorát 1610-ben, mikor az első távcsövet az ég felé irányította. Megkezdődött a Hubble űrteleszkóp kilövése. A mi ablakunk az univerzumhoz. Persze, Galileo óta minden új találmány hozzátett valamit e tudományákhoz, de egyik sem volt akkora ugrás, mint a Hubble. Irányító központ Houston. Vettem Discovery. Azt gondoljuk, oké, mehet a menet. Akkor még nem tudtuk, hogy egy időzített bombával van dolgunk. Discovery, Houston, kérem nyissák ki az ajtót. 30 év tervezés után, 1990. április 25-én az űrhajósok egy robotkar segítségével pályára állították a Hubble űrteleszkópot 500 kilométerrel a Föld felett. Capcom, eljött az idő. Mert Charlie. A Houstoni irányító központ megerősítette, hogy a Hubble űrteleszkópot elengedték. Miután a teleszkóp végre a helyére került, mindenki izgatottan várta a fejleményeket. Pár utolsó igazítás, és lassan megpillanthatjuk a csillagászat történelmének legtisztább képét. Az űrsikló földet ért. Amikor azonban megérkeztek az első képek, nem olyanok voltak, mint amire a tudósok számítottak.
Amikor először megpillantották, azt hitték, talán nem fókuszált rendesen. Próbálták állítgatni, de a kép továbbra is homályos és életlen maradt. Teljesen ledöbbentünk. Nagyon aggódtunk. Nem tudtam elhinni. Hatalmas sok volt. Forradalmasítanunk kellett volna a csillagászatot. Hogy nem működik a teleszkóp? Hogy lehetséges ez? Néhány hét vizsgálat után a megrémült csillagászok úgy sejtették, a tükörben lehet a hiba. Ez egy napló, melyet a Hubble első napjaiban írtam. Naponta ültünk össze, és mindent feljegyeztünk, ami történt. Ez egy különösen érdekes nap volt. A tükrök hátulján található aktuátorokról volt szó. Az aktuátorok képesek kisebb problémák megoldására a tükör felületén. A szerkezet azt írta, a hullám 7-szer távolabb esik a tartománytól, ami annyit tesz, hogy a probléma 7-szer rosszabb, mint amit meg tudnánk oldani. Ezt pedig én írtam. Ez volt a pillanat, amikor rájöttünk, hogy kudarcra vagyunk ítélve. Sandra Faber és kollégái rájöttek, hogy a probléma a teleszkóp szívében rejlik. A Hubble teleszkópnak van egy elsődleges tükre, amely összegyűjti a fényt, és van egy másodlagos, amely visszatükrözi azt a detektorhoz. Ha minden jól menne, az összes tartozékának egyensúlyban kéne állnia egymással. Ha a fókuszpont a helyén lenne, a csillag fényes és éles lenne. De sajnos nem így történt. Ahogy megnéztem a képeket, rájöttem, hogy a probléma az lehet, hogy a sugarak különböző helyekre fókuszálnak. Ez az úgynevezett szférikus aberráció. Ezek azok a képek, amelyekkel meggyőztük az embereket, hogy valóban erről van szó. A felső sorban lévő képek szimulációkból születtek, az alsók pedig a valódiak. Amint megláttuk, hogy passzolnak, rájöttünk, hogy igazunk volt. Ez volt a halálcsókja, a golyó a fejbe. Azt kérdeztem, most akkor mit fogunk csinálni? Nyilvánítsuk szemétnek a teleszkópot, és ennyi? Vagy tudjuk valamire használni így is? Helyrehozhatjuk? Akkoriban minden rajta dolgozó ember fejében ilyen gondolatok jártak. A tükröt túl laposra polírozták, és talán meg sem lehet javítani. Úgy június elején kezdte el mindenki mondogatni az S betűs kifejezést. Szférikus aberráció. Volt egy feledhetetlen sajtótájékoztatónk is a témában. Hogy fordulhatott ez elő? Azt tudják, hogy az aberráció az elsődleges, a másodlagos, vagy esetleg mindkét tükröt érinti? Miért nem vették észre korábban? Ez volt a NASA valaha volt legdrágább tudományos projektje, ami végül kudarcba fulladt. Vissza tudják hozni a teleszkópot a Földre? Totális katasztrófa volt. A NASA-t sokan támadták emiatt. Nemzeti vicc lett belőle. A világegyetem hőseiből hirtelen bohócokká váltunk. Elkezdtük szégyelni a munkánkat. A NASA vizsgálóbizottsága keresni kezdte a lehetséges hibát. Minden felhasznált eszközt megvizsgáltak, és végül meg is találták a ludast. Egy apró pontról hiányzott a festék. Ezt a lézer irányítású eszközt a tükör megformálására használták. Minden hibázott körülbelül 1 milliméterrel. Túl vékonyra polírozták a tükör széleit. Az emberi hajszál vastagságának 1/50-ére. Sokan attól féltek, hogy ez a Hubble végét jelenti, mivel szinte lehetetlennek tűnt elérni vagy eltávolítani a tükröt az űrből. Sandra Faber szintén a megoldáson dolgozott. Összehívtuk a Kék Szalag Bizottságot. Szinte mindenre gondoltunk. Hogy hozzuk le a teleszkópot, vagy küldjünk fel űrhajósokat, akik majd kijavítják a tükör optikai hibáit.
correcting optics in front of the primary mirror. Viccesen úgy hívtam az ügyet, hogy 50 rossz mód az űrteleszkóp megjavítására. A mérnökök úgy döntöttek, hogy lecserélik a Hubble széles látószögű planetáris kameráját egy olyanra, melybe javító optikát építettek. De a korrekciós tükör beszerelésénél problémába ütköztek. Elérkeztünk ahhoz a ponthoz, amikor már kezdtünk kifogyni az ötletekből, hogy mégis mit tegyünk. Sok ötlet született, de egyik sem volt megvalósítható az űrben. Az egyik ülés után visszamentem a hotelszobámba, és gondoltam, lezuhanyozom a vacsora előtt. Beállítottam a zuhanyrózsát, majd megnyitottam a vizet, és egyszer csak beugrott valami. Ha belerakjuk a tükröket egy apró robotkarba, és azt belehelyezzük egy mozgatható eszközbe, fel tudjuk emelni, és el tudjuk vezetni az összes eszköz előtt, hogy kijavítsa azokat. Azt gondoltam, na hát, ez működhet. A NASA beleegyezett, és meg is kezdték a munkát. Az űrhajósok feladata a CoStar elnevezésű eszköz betelepítése lesz. Négy karja kihajtható, mint a zuhanyrózsának. Lényegében ez lesz a Hubble új szemüvege. De soha nem végeztek még ilyen bonyolult munkát az űrben korábban. Amikor megkaptam a munkát, nem mosolyogtam, vagy ünnepeltem. Azt mondtam, oké, megteszek mindent tőlem telhetőt. A NASA és a média is azt kérdezgette, hogy menni fog-e. Azt feleltem, hogy nem tudom. Musgrave és csapata 20 hónapig gyakorolta a Hubble helyreállítását. Elpróbáltuk-e tánc minden egyes mozdulatát, az ujjaktól a lábujjakig. Tudják, mint egy igazi balerina. Nem hibázhattunk, nem tudtuk pontosan leutánozni a folyamatot, így el kellett képzelnünk a fejünkben. Gyakorlat teszi a mestert. Az űrben való munka szimulálásához az űrhajósok 400 órát töltöttek a víz alatt, újra és újra elpróbálva feladatukat. Azt hiszem, az volt a legcsodálatosabb ebben az egészben, hogy az űrhajósok készen álltak kockáztatni az életüket is az ügy érdekében. Tudtuk, hogy az űrsikló nem tökéletes, hisz már kétszer is volt balesete. Az esély, hogy meghalljak, körülbelül 1 a 10-hez volt. Ez elég rémisztő volt, de nem törődhettem a félelemmel. Ez volt a hivatásom. Az Endeavour űrrepülőgép készen áll a kilövésre, hogy ambiciózus küldetése szerint megjavítsa a Hubble űrteleszkópot. 8 perc alatt nulláról közel 20 000 km/órás sebességre gyorsult fel a gép. Durva volt. Nagyon rezgett. Rázós egy utunk volt. Két napba telt, mire a legénység elért a teleszkóphoz. Amint megláttam a fényt, reménykedtem, hogy a Hubble az. Eljött az igazság pillanata. Már nem volt visszaút. És ott volt. Endeavour, kapcsolja ki a monitort és kezdje meg a munkát. A legénység ötször fogja elhagyni az űrhajót. Akkoriban ez egyedülállónak számított. A harmadik alkalommal Musgrave-nek és Jerry Hoffman asztronautának ki kellett cserélnie a Hubble kameráját. Nézzétek, milyen gyönyörű! A legkritikusabb pillanat akkor jött el, amikor Musgrave leemelte a kamera fedelét. Ahogy levette, megpillantotta a kamera érzékeny tükrét. Egy kicsit feljebb.
Ha hozzáér, azzal vége. Ha hozzáért volna, a Hubble minden egyes képén ott lett volna az új lenyomata. Az nem lett volna túl jó. Egy kicsit lejjebb. Így jó. Habár a terv szerint 4 órába telt volna, a csapat fele annyi idő alatt elvégezte a javítást. Legutoljára a Co-Star behelyezése következett. Catherine Thornton asztronauta kiszedte a régi eszközt, hogy helyet csináljon az új korrekciós optikának. Itt voltak ezek a hatalmas, hűtőszekrény méretű eszközök, melyeket pontosan, hiba nélkül kellett telepíteniük. Igazi dráma volt. Vajon képesek lesznek rá? 2 óra múlva az eszközök a helyükön voltak. Megcsináltuk. Büszkék voltunk magunkra. Azonban hiába jártunk sikerrel, azt nem tudhattuk előre, mi lesz az eredménye. Ülj le, Krisz! A földön zsúfolt tömeg várakozott, hogy megérkezzen az első kép. Emlékszem, hogy arról magyaráztam valakinek, hogy olyan ez, mint amikor gyereket születik. Tudod, hogy minden rendben lesz, de mégsem veheted biztosra. Tisztán emlékszem a 2 gyermekem születésére, és arra az estére, mikor megláttam a Hubble első képét. Mindannyian a képernyőre meredtünk. Sosem felejtem el, ahogy megláttuk azt az apró kis pöttyöt pont középen. Ez már önmagában is jó hír volt, mert nem volt körülötte homályosság. Aztán egyre több és több csillag jelent meg, míg az egész képernyő tele volt fényes, kristálytiszta pöttyökkel. Olyan dolgokat láttunk, mint még azelőtt soha. Tudtuk, hogy sikerrel jártunk. Amikor megláttuk a képeket, tudtuk, hogy sikerült. Megcsináltuk. A csillagászok felugrottak, tapsoltak, éjjeneztek. Felejthetetlen volt. Átütő sikert arattunk. A Hubble végre működött. Így, hogy az űrteleszkóp már teljes mértékig funkcionál, a tudósok végre elkezdhetik megoldani az univerzum időtlen titkait. Egy-egy rejtély megoldása talán a Hubble egyik új, hihetetlenül éles képében rejlik. Csak meg kell találniuk. Az ember mindig megdöbben, ha megpillant egy ilyen képet. Amellett, hogy szépek, segítségünkre vannak olyan kérdések megválaszolásában is, melyek már rég megfogalmazódtak bennünk. Például, hogy honnan származnak a csillagok és a bolygók? Erre a Hubble Orion ködöt ábrázoló képe adott nekünk választ. Ez a kép annyira részletes, hogy konkrétan láthatjuk a csillagok kialakulását. Ez a színes háttér is hidrogéngáz. Ahogy a gravitáció felerősödik, a hidrogén atomok összeállnak, és nukleáris reakciót hoznak létre, amelyből megformálódik a csillag. Ezek a fényes pontok itt mind azok, újszülött csillagok. Ezen az egy képen 3000 újszülött csillag látható. Sőt, valami olyasmit is felfedeztek rajta, amelyet korábban még soha.
Ha ráközelítünk és jól megnézzük, apró protoplanetáris korongokat láthatunk. Ezek valójában növekvő naprendszerek. Valószínűleg a mi naprendszerünk is hasonlóan festett több milliárd éve. A Nap, a Föld és a többi bolygó is egykor egy gázfelhő belsejében formálódott meg. A Hubble lehetővé tette számunkra, hogy ezeket a jelenségeket a saját szemünkkel is láthassuk. A Hubble olyan halványfényeket is képes érzékelni, melyeket az emberi szem nem látna. Az univerzum legtávolabbi galaxisaiba is ellát, és mereven tud fókuszálni rájuk, miközben valójában közel 30 000 km/órás sebességgel halad. Segítségével a csillagászok egy másik rejtélyt is feltártak. Hogy vajon hány csillag van az univerzumban? Ehhez az űr egy apró pontjára kellett közelíteniük. Kipróbáltuk, hogy mi történik, ha ugyanarra a pontra fókuszálunk hosszabb ideig. Úgy képzeljék el, mintha csak belenéznénk egy szívószálba. Tehát úgy 10 napig erre az üres részre meredtünk. Ezen a látszólag üres területen a Hubble 10 000 fénypontot fedezett fel. Minden pont egy külön galaxis. Körülbelül 100 milliárd a Naphoz hasonló csillag található meg minden galaxisban. Minden galaxis csillagokból, porból és bolygókból áll. Csak úgy, mint amit te jutunk. Ahogy átrepülünk a 12 milliárd éves kozmikus történelmen, azt vesszük észre, hogy mélyebbre haladva a galaxisok változnak. A legvégén vannak ezek a homályos, narancssárgás foltok, melyek valójában a legelső galaxisok az univerzumban. Ezek a legmélyebb képek a világegyetemről, mely még láthatóan fénylik. Tehát az űr egyetlen egy apró pontján 10 000 galaxis található. Ebből következtetve megközelítőleg 200 milliárd megfigyelhető galaxis lehet az univerzumban. Minden galaxis 100 milliárd csillaggal rendelkezik. Kiszámoltuk, hogy ez mennyit jelenthet összesen. 2, mely után 22 nulla következik. Ezt nem tudtuk a Hubble teleszkóp működése előtt. A teleszkóp következő megválaszolandó rejtélye az alábbi kérdésben rejlett. Hány éves lehet az univerzum? A Hubble teleszkóp egy igazi felfedező. Sohasem tudhatjuk, hogy mit fog találni legközelebb. Az univerzum korának feltárása hosszú úton ment végig, mely Edwin Hubble elméletével kezdődött, a világegyetem tágulásáról. De ezután sokkoló meglepetés érte a világot. Már sok-sok éve tudtuk, hogy az univerzum tágul. De mindenki azt feltételezte, hogy egyszer majd megáll, mert a gravitáció lelassítja ezt a folyamatot. De a nagy kérdés az volt, vajon van annyi anyag az univerzumban, melyeknek gravitációs vonzása megállítja a világegyetem növekedését? Vajon a gravitáció elég lesz-e ahhoz, hogy egy idő után megállítsa a tágulást, és elkezdje összehúzni? A megoldás érdekében megkerestük a legrégebbi számításokat a világegyetem tágulásának ütemével kapcsolatban, és összehasonlítottuk a mai eredményekkel. Mint ahogy régen Edwin Hubble tette, a tudósoknak találniuk kellett pár pulzáló csillagot, hogy pontosan lemérhessék távolságukat. De míg Hubble ehhez Scafidia változókat használt, Perlmutter és Rees egy úgynevezett 1A típusú szupernóvát keresett. Ezek a robbanó csillagok mind azonos fénnyel ragyognak, a napnál 5 milliárdszor erősebben. Felfedezésük azonban nem volt egyszerű.
Rendkívül ritka. Egy évezred alatt mindössze párszor robbannak ki. Egy adott galaxis 100 milliárd csillagja között. Ráadásul erre nem adnak semmilyen figyelmeztetést. Nem tudni, mikor történik. Amikor egy szupernova robban, pár hétig világosabb lesz. Majd néhány hónapon belül teljesen elhalványul. De ha egy éjszaka meg tudunk vizsgálni 50 ezer galaxist, majd pár hét múlva visszatérünk és újra megvizsgáljuk ugyanazokat, nagy esély van arra, hogy a galaxisok valamelyikében időközben robbant egy szupernóva. A Hubble felvételei lehetővé tették, hogy megmérjék, milyen messze vannak a szupernóvák, és hogy mennyi időbe telik, míg fényük eléri a Földet, függetlenül attól, mikor is robbantak. Ennek az egésznek a lényege az volt, hogy a szupernóvák fényének erősségéből megállapítsuk, a történelem melyik korával is állunk szemben. Edwin Hubble technikáját felhasználva, Perlmutter lemérte a távoli szupernóvák fényét, hogy kiderítse, milyen gyorsan távolodnak. Arra számított, hogy ez az eredmény az univerzum tágulásának lassítását bizonyítja majd. De tévedett. Ez a 7-8 milliárd éves szupernóva azt árulta el nekünk, hogy az univerzum egyáltalán nem lassított le. Érdekes felfedezés volt. A csapat ezután megvizsgált 42 további szupernóvát. A végeredmény sokkoló volt. Az adatállomány azt bizonyította, hogy az univerzum valójában egyre csak gyorsul. Adam Riess is ezt vizsgálta, és az ő eredményei ugyanezt mutatták. Ő is arra számított, hogy a világegyetem bővülése egykor lelassul, de kiderült, hogy valójában 5 milliárd évvel ezelőtt gyorsulni kezdett. Rengeteget aggódtam akkoriban, mert százféle módja van annak, hogy elrontsam a számításokat, de csak egy, hogy pont eltaláljam. A projekten dolgozó két csapat ekkor már szinte rivalizált egymással. Nem árultunk el egymásnak semmit a felfedezéseinkről. Éjjel 2-kor felébredtem, és azon morfondíroztam, vajon beleszámítottam azt is? Tudtuk, hogyha valamit elhibázunk, a másik csapat biztosan szóvá teszi majd. Kivontam a végösszegből, biztos így kellett? Muszáj volt többször is megbizonyosodnunk arról, hogy helyesek a számításaink. De a számok helyesek voltak. 1998-ban, pár hét múlva a két csapat bemutatta sokkoló eredményeit, hogy az univerzum tágulása egyre csak gyorsul. Önök fizikai Nobel-díjat nyertek az univerzum tágulás gyorsulásának bebizonyításáért. Perlmutter, Riess és csapatának vezetője Brian Schmidt 2011-ben elnyerte a fizikai Nobel-díjat. Felfedezésük azonban egy új rejtélyt szült. Mi táplálja ezt a gyorsulást? A tudósok ezt sötét energiának nevezik. Ahhoz, hogy a gyorsulás ilyen tempóban haladjon, az univerzum 70%-ának ebből a sötét energiából kell állnia. Így hát úgy tűnik, ez a világegyetem legfontosabb anyaga. Mi pedig semmit sem tudunk róla. Nem tudjuk, mi lehet a sötét energia. Egyáltalán nincs rá kielégítő magyarázatunk. Semmilyen formában. Ettől mindenkinek leesett az álla. A fizikusok ezt tartják a fizika legfontosabb problémájának, mivel nem tudjuk, honnan jöhet ez az energia, így számításokat sem tudunk végezni. Eddig semmi sem vált be. Annak ellenére, hogy ez egyelőre rejtély maradt, mégis segített megoldani egy másik fontos kérdést. Mennyi idős az univerzum? Meg kellett tudnunk, hogy mikor volt gyorsabb vagy lassabb. És ahogy szép lassan összeillesztettük a kirakós darabjait, felfedeztük, hogy mivel kezdődött mindez. Az ősrobbanással. The Big Bang. A tudósok a Hubble segítségével rengeteg kafidiát és szupernovát találtak az univerzumban, melyek távolságát és vörös eltolódását lemérve megállapították, hogy milyen messze is lehetnek. Ezzel azt is felvették, mennyi ideje is történhetett az ősrobbanás.
A Hubble az univerzum úgynevezett vonalzója. Így hát miután mindent összevetettünk, megkaptuk az eredményt, miszerint mindez 13,7 milliárd éve meg így. A világegyetem tehát 13,7 milliárd éves. A Hubble fontos kérdés megválaszolásában is nagy segítségünkre volt. A Hubble teljes mértékig megfelelt az elvárásoknak. Egy évszázaddal azután, hogy Edwin Hubble először megpillantotta a galaxisokat, a teleszkóp újabb válasszal szolgált, méghozzá arra, hogyan születnek a galaxisok. A rejtély közepén a fekete lyukak állnak. Olyan régiók, melyek vonzásának semmi sem tud ellenállni. A fekete lyuk alapkoncepciója az, hogy olyan erős a gravitációs vonzása, hogy még a fény sem tud kijutni belőle. Nem tudunk képet készíteni egy fekete lyukról, mivel fekete. De akkor honnan tudjuk, hogy ott van? Onnan, hogy megvizsgáltuk a közvetlen környezetét. A körülötte keringő dolgok ugyan nem túl gyorsak, de ha közelebb merészkedünk hozzá, érezhetjük a hatását. A tudósok ugyan elméletbe foglalták, de sosem bizonyították a szupermasszív fekete lyukak létezését, melyek több milliárdszor nehezebbek napunknál, egészen addig, míg a Hubble bele nem nézett az M87-es galaxisba. A Hubble kiváló térbeli felbontása volt a kulcs. Az M87-es galaxisban a gázok ezen az oldalon felénk, a másik oldalon pedig távolabb haladnak tőlünk. Ezen mozgások lemérésével kiszámolhattuk a fekete lyuk méretét. 3 milliárdszor nehezebb a napnál. De milyen gyakoriak ezek az óriás fekete lyukak? Sandra Faber csapata a Hubble segítségével lemérte a galaxisok középpontja körül keringő csillagok sebességét, és ezzel felfedeztek valami rendkívülit. Körülbelül egy tucat galaxis csillagainak sebességét vizsgáltuk meg, és mindegyiknél találtunk bizonyítékot egy ilyen masszív középpont létezésére. Lényegében majdnem minden galaxis közepén található egy szupermasszív fekete lyuk. Valamiféle szabályozó mechanizmus tehet arról, hogy a fekete lyuk és a csillagok úgymond összeolvadnak. Ez is egyfajta tyúk-tojás probléma, abból a szemszögből, hogy vajon a fekete lyukak utólag kerültek a galaxisokba, vagy valamely módon táplálta azok létrejöttét. Erre még nem igazán tudjuk a választ. A szupermasszív fekete lyukak és a galaxisok kapcsolatát máig rejtély övezi. Ez is azon fontos kérdések közé tartozik, melyek a Hubble 25 éves történelme alatt felvetődtek. De az űrtávcső folyamatos sikerei megerősítik az embereket abban, hogy érdemes tovább vizsgálódni. Először bizonyosodjon meg róla, hogy a folyamat során nem esik baja a Hubble űrteleszkópnak. Az űrhajósok a Hubble-t elindítása óta 5-ször újították fel. Sikeresen megérkeztünk a célállomásra. Oké, indulás! Az utolsó látogatás 2009-ben történt. Az asztronautáknak ki kellett cserélniük a Hubble széles látószögű kameráját, hogy egy új spektrográffal rendelkező műszert szereljenek be, mellyel betekintést nyerhetnek a sötét lyukakba. Ahogy eddig mindig, most is sikerrel jártak. A fogantyú akadályozza a hozzáférést. Mike Massimino asztronauta a munkáját akadályozó fogantyú eltávolításával küzdik. Nem tudtam hozzáférni a javítani való felülethez. Ez szörnyű érzés volt. Arra gondoltam, hogy ha nem sikerül, nem fogok tudni hozzájárulni a csillagászat fejlődéséhez. Ez a hülye korlát. Azt hittem, nem fog menni. Nem láttam a megoldást. Ezután a mérnökök előálltak egy radikális ötlettel. Azzal, hogy törjék le a fogantyút. De ez igen kockázatos. Azzal, hogy letörjük, sok apró fémszilánk kerülhet a térbe. Így hát rátekertem a fogantyúra egy csomó ragasztószalagot, hogy ez ne történjen meg.
egyre. Készen állsz, Houston? Igen, készen. Oké, mehet. Lent van. Hűtőzsákot kérek. A fogantyút sikeresen leszettük. Így már nem jelentett problémát. Nagyon boldog voltam, hogy nem történt nagyobb baj. A Hubble még ma is dolgozik, talán jobban is, mint valaha. Minden nap új dolgokat fedez fel. Az új eszközök lehetővé tették számunkra, hogy bepillantsunk az univerzum mélyére, a lehető legrészletesebben. A Hubble legutóbbi felvétele az Andromeda galaxisról a valaha volt legnagyobb felbontású fénykép. Mintegy 60 ezer fényévet foglal magába, több millió csillaggal köröltve. Az elmúlt évben beszereltek egy új spektrográfot, mely egy tőlünk több mint 1000 trillió kilométerre fekvő bolygó atmoszféráját vizsgálta. És vizet találtak rajta. A Hubble nélkül ez sem sikerült volna. Ez figyelemre méltó teljesítmény egy 25 éves szerkezettől. Egy idő után minden eszközt lecserélünk rajta. Egy sincs már az eredeti darabokból. Pont ezért működőképes még 25 év után is. Nincs garancia a munkánkra, sem az eszközökre. De úgy véljük, még sokáig ott lesz. Mivel azonban az űrsiklót 2011-ben kivonták, a Hubble-t már nem lehet elérni. Így a teleszkóp napjai meg vannak számlálva. Hey John, ez hányadik utazásunk? A 714-dik? 716. John Grunsfeld asztronauta háromszor látogatta meg a Hubble-t, többször, mint bárki, és ő volt az utolsó is, aki 2009-ben hozzáért. Épp befejeztük a munkát, és készen álltam, hogy visszatérjek a hajóra, de előtte még utoljára megpaskoltam a Hubble-t, hogy elköszönjek tőle. Hihetetlenül boldog voltam, hogy ezt átélhettem. Láttam, ahogy eltűnik a távolba, és tudtam, hogy soha többé nem fogom látni. De annyi mindent elértünk már, hogy az is egy boldog pillanat volt. A tudósok azt remélik, hogy a Hubble még egy évtizedig bírja majd, de a pályán, amin halad, a Föld elkezdte behúzni a légkörébe. A teleszkóp idővel le fog zuhanni valamikor a 2030-as években. A Hubble legtöbb része ki fog gyulladni, de a tükör talán túléli a becsapódást. A NASA talán majd felküld egy robotot, hogy biztonságosan az óceánba irányítsa. A 2009-es küldetés egyik célja az volt, hogy telepítsünk egy adaptert a Hubble űrteleszkóp aljára, melyhez a jövőben képesek leszünk majd csatlakozni, és épségben leküldeni azt a légkörbe egy előre kijelölt pontra. Mielőtt azonban a Hubble elhagyná pályáját, a NASA egy nagyobb teleszkóp elindítását tervezi, mely a James Webb nevet kapta. Mozgatható tükre háromszor nagyobb a Hubble-nál, és a terv szerint egy holdon túli pályán fog keringeni. A Hubble örökségét azonban nehéz lesz leköröznie. A Hubble űrteleszkóp valószínűleg a legproduktívabb tudományos eszköz a történelemben. A Hubble előtt nem tudtuk, mennyi idős lehet az univerzum. De ő kiderítette a választ, felfedte az ősrobbanást. Korábban sosem láttunk még fekete lyukat. De a Hubble rájött, hogy valójában minden galaxisban van egy. Azt tudtuk, hogy ha egy csillag elhal, planetáris ködöt formál. De a Hubble katalogizálta is ezeket a ködöket típus szerint. Tanúja volt a szupernovák robbanásának. Fogalmunk sem volt róla, hogy az univerzum tele van sötét energiával. Nem is hittük, hogy ez lehetséges. Lenéztünk a mélybe, ahol a csillagok születnek. Tanúi voltunk a bolygórendszerek formációjának.
Elméletben már ismertük ezeket, de sosem láttuk még korábban. Ezekkel a hihetetlen felfedezésekkel az egész világnézetünk megváltozott. Az emberek szeretnék tudni, kik vagyunk. Vajon egyedül vagyunk? Honnan származunk? Hogy kerültünk ide? Ezen kérdések megválaszolását talán már meg sem éljük, de a Hubble-lel továbbra is napról napra közelebb kerülünk az igazsághoz. Narrátor Vas Gábor, magyar szöveg Tóth Mátyás, szakértő Molnár Attila Dávid, hangmérnök Nagy Márk, gyártásvezető Derzsé Kovács Éva, szinkronrendező Bartóc Attila. A magyar változatot a Spektrum Televízió megbízásából a Masterfilm Digital készítette.